8 óra után láthatták, hogy töménytelen fokhagymával szereti a spenótot Balázs Andi, én is teszem hozzá, most pedig azt mutatja meg, hogy sikerül-e egyforma fasírtokat gyúrni a főzelékhez. Újra köszöntök mindenkit itt az exkluzív helyszínen, folytatjuk a fasírtot, most rakom össze! Összegyúrtam a fasírtnak valót, ő most megy egy kicsit a hűtőbe pihenni, utána majd kisütjük, de amíg ő pihen, addig befejezem a spenót főzeléket, és jöhet bele a rántás és a tejszín, meg a fokhagyma. Rengeteg fokhagyma! Az előbb azt említettem, hogy majd kerül bele a rántás, de annyira jó állaga van, hogy én ebben nem rakok rántást. Ez ragyogóan néz ki így. Benne van a fokhagyma, elképesztően jó illata van, megy bele egy kis tejszín, még egy rottyanás, és kész! Tökéletes! Mivel úgy döntöttem, hogy nem lesz benne rántás, úgyhogy most már csak beleejtek két pici vajdarabot, pici, nem is olyan picit, jó krémes legyen, íme, és hozzáöntöm a tejszínt. Gyönyörűen megpihent a fasírtnak való bent a hűtőben, úgyhogy most már el lehet kezdeni készíteni alaposan megmosott kézzel ezeket a kis golyócskákat. Hát most én nem golyócskákat fogok csinálni, hanem ilyen kis kilapított golyócskákat. Ez úgy van a mi családunkban, ezt így gyorsan elmondok hozzá egy háttérinformációt, hogy drága, csodálatos édesanyám rendkívül jól főzött, és eleinte a fasírtok azok így néztek ki, tehát olyan kis takarosak voltak, és ahogy a vége felé a sütésnek kezdte már megunni azt, hogy a nagy családnak sütögeti a fasírtot, egyre nagyobbak lettek, hát reméljük én megmaradok ennél a méretnél, és megnézzük, hogy elég melege az olaj. Igen, ez most már tökéletes lesz, és hát ahány ház, annyi szokás, szokták ezt mondani, én is ehhez tartom magam, én beleforgatom zsemlemorzsába ezeket a kis fasírtokat, és közben már elindult a nyál elválasztása, mert annyira éhes lettem ettől az egésztől. Szépen beleejtjük ide. Alacsony hőfokon, hogy át is süljön. És most már készítem szépen gyorsan. Most már kellenek hozzá pajtások is oda az olajba. Gábor most figyelmeztetett, hogy egy kicsit túllőttem a célon, és rengeteget gyúrtam be fasírtnak. Úgyhogy most úgy döntöttem, hogy még kettőt kisütök, aztán pedig árakom a hűtőbe, mert ez holnap is fantasztikus ebéd lesz, frissen kisütve. Azért szerintem abban anyukádra hasonlít az, hogy elég különböző nyugatok van állva. Hát jó, hát ez már itt egy kicsit nagyon macska lett. De az íze ugyanaz.
Végeztem a főzéssel, Gábor már nagyon éhes, és én is. Aki elkészíti, annak nagyon jó étvágyat kívánok. És van még egy nagyon fontos mondani valóm. Nagyon vigyázzanak magukra és egymásra. Maradjanak otthon, hogyha tehetik. Vigyázzanak az egészségükre. És remélem találkozunk nem sokára. Színházban, vagy bárhol.